A bácsföldvári Nemanja Mirilov szántóföldjén a Holt-Tisza természetvédelmi parkjánál idén első ízben vetett őshonos kukoricafajtát, fehér nyolcast, ismertebb nevén üveges kukoricát, félhold földterületen. Ez egy régi, kemény fajta fehér kukorica, amit kizárólag emberi táplálékként használnak. Egykor az egész Balkánon jelen volt ez a kukoricafajta. Manapság viszont már szinte sehol sem termesztik, mivel a 80-as években kiszorították a hibridek. Azon kívül, hogy fehér színű, fő jellegzetessége, hogy a kukorica cső és a kukorica szemek nagyobbak a megszokottnál, valamint, hogy a csövön a szemek 8 sorban vannak. Ha jól terem, akkor több mint 12 sor is lehet egy óriás csövön. Nem olyan, mint a hibrid, mégis nagy hozamot eredményez. Most termesztjük először, ezért nem is tudjuk pontosan, hogy mekkora lesz a hozam. Majd meglátjuk. Szeptemberben, illetve októberben szedjük majd le. De ahogy én látom, már olyan érett, hogy le lehetne akár most is szedni. Standard módon ültettük, és nem kellett vele azóta semmit se csinálni. Tehát nem igényel semmiféle kezelést. Azaz, kikeléskor csalánkezelést hajtottunk végre, mert a csalán egészséges úgy az emberre, mint a növényre. Ezen kívül a gyomnövények ellen permeteztük, megkapáltuk és hagytuk, hogy nőjön. A Mirilov család 5 évre visszamenőleg csicseri borsót is termeszt és feldolgozza azt. Teljes kiörlésű lisztet készítenek belőle, továbbá pejhet, tésztát és chipset. Azért választották ezt a kukoricafajtát, mert azt tervezik, hogy gluténmentes termelési programjukat a fehér 8-asból magas fehérje tartalmú kukoricalisztel tökéletesítik. Mivel a kukorica gluténmentes, és mivel ez egy nagyon régi fajta, és kizárólag emberi táplálékként használják, kitűnő kukoricakenyér, palenta és liszt készül belőle. Ezért a mi célunk az, hogy lisztet készítsünk a fehér 8-asból, ami gluténmentes lesz és magas fehérje tartalommal rendelkezik, ami nagyon egészséges, különösen a sportolók számára, az izmokra, továbbá a légzőszervekre, de a gyomornak is jó. Mindent egybevetve nagyon egészséges, annyira, hogy annak idején az emberek ezt ették és ezen nőttek fel. Beszélgető társunk elmondta, hogy nagyon odafigyelt a kukorica területi elszigetelésére, hogy nehogy beporzódjon más fajtákkal, hibridekkel. Októberben kézzel leszedik és begórézzák, hogy kiszáradjon, majd ezután ledarálják lassú hideg űrléssel, vízimalommal, úgy, ahogy azt elődeink csinálták egykor. Tervezünk egy új malmot venni, hogy a csicseri borsót és a kukoricát külön-külön daráljuk, hogy legyen külön csicseri borsóliszt és külön kukoricaliszt. Az is lehet, hogy időnként összemixeljük őket, hogy az embereknek érdekesebb legyen kukorica, kenyér, palenta vagy hasonló dolgok készítésére. Ennek a kukoricafajnak a magját el lehet tenni és újra elvetni. Így a mezőgazdasági termelőknek nem kell a magra is pénzt költeni. Az üveges kukorica nagyon megbecsült, mert már szinte feledésbe merült, és nehéz ilyet találni. 30 szemre 200 és 300 dinárt kell elkülöníteni. A csicseri borsó is csak csalánnal lett kezelve. A túl sok eső miatt azonban betegség támadta meg, ekkor muszáj volt permetezni, de elkéstünk vele. Így volt, amit meg tudtunk menteni, volt, amit nem. Úgyhogy még mindig mi is tanulunk. Indiai weboldalakról szoktunk tájékozódni, amit angolra fordítunk le, majd ezután szerbre. Még mindig az elején vagyunk a dolgoknak, bár már 5 éve termesztünk csicseri borsót, de például, amikor a szóját kezdték termeszteni a 70-es években, ott sem volt az embereknek az elején nagy hozamuk. Holdanként 25-30 méter, úgyhogy szerintem a csicseri borsó is óriási jövő előtt áll, amely előbb-utóbb nyereséges lesz. Mirilovék megnövelték a csicseri borsó ültetvényük területét, így a kooperálókkal együtt 120 holdon termesztik a csicseri borsót. Tavaly a gyakori esőzések miatt a növényt betegség támadta meg, ezért valószínűleg utóvetésként használják majd. A búza vagy az árpa után fogják elvetni. Az ár 4-szer vagy 5-ször nagyobb, lehet, hogy 10-szer is nagyobb, mint az ipari kukorica ára, ami gazdaságosabb, amit átvesznek és amit átdolgoznak állati tápláléknak. Az üveges kukorica azonban emberi táplálékként szolgál, és nincs akkora hozama.
kisebb is, keskenyebb is. Egy száron egy vagy két csőterem, de mégis, mivel emberi táplálékként szolgál, és mivel nagyon régi fajta, abban reménykedem, hogy az emberek felismerik majd a jelentőségét, és mások is elkezdik termeszteni. Ez a fiatal mezőgazdasági termelő azt tervezi, hogy megalapítja a Csicseri Borsó és a Fehér Nyolcas termelőinek egyesületét, azzal a szándékkal, hogy fejlessze és megnövelje ezeknek a kultúrnövényeknek a termesztését, valamint azt szeretné, hogy a piacra minden generációnak megfelelő, egészséges termékek kerüljenek.